2010 karácsonyán egy veszélyes belvízhelyzettel szembesült a városvezetés, ami néhány hónap után csak súlyosbodott. Többen emlékezhetnek arra, számtalan helyről érkeztek felajánlások nyomán szivattyúk, védelmi eszközök, hogy megmentsék a lakóházakat és egyéb épületeket. Nyilvánvaló lett, hogy koncepciót kell a probléma orvoslására kidolgozni. 2013-ban és 2014-ben az Igricet csatorna kapacitását bővítették, majd elkészült a bújtosi két záportározó. 2015-ben aztán zárult a szennyvíz elvezetési és tisztítási pályázat programja, később Borbánya és a Malomkert védelmében épült meg négy záportározó a Tüzér, Lujza, Alma és Szántó Kovács János utca térségében. Az Igrice mellett újabb fontos bázis is elkészült. Másik a nyulastói csatorna volt, ami ugyancsak hasonló szerepkörrel bír, hiszen ez pedig a 9-es csatornába, a 9-es fő ágba, úgynevezett simai főfolyásba csatlakozik be. Ez pedig azért fontos, mert nyílszülős városrésznek igazán nincsen befogadója a nyugati oldalon. Most már, hogy ez a szakasz képült, így van, tehát gyakorlatilag lassan fel tudjuk fűzni a nyílszülős nyugati részének a település részét is erre az ágra, úgy, hogy már egyébként a Szegély utca például rá fűzésre került erre. Ezen kívül kisebb beavatkozások is voltak, kisebb persze nem kisebbnek számít annyira a lakók szempontjából a komplett utcák megépítések, csatornázás, aminek a legutolsó eleme volt a Korong utca, amiről mostanában hallhattak már a városlakók, akik meg ott élnek, azok meg érzékelték is. Ez a szakasz rendkívül veszélyes volt a vízkár miatt, de a végleges megoldás csak az jelenti, ha elkészül a Korong út szilárd burkolata, és a vizeket bevezetik a zárt csatornába. Szükség és lehetőség szerint döntenek a zárt és nyílt elvezető csatornák kialakításáról. Alapvetően ugye a nyílt csatornák egyre inkább a preferáltabbak a tervezési előírások szerint. A jelenlegi előírások azt mondják ki, mind a tervezőknek, mind pedig most a topos előírások vonatkozásában is, hogy próbáljuk a vizeket helyben tartani. Mindenütt nem lehet helyben tartani, valamikor olyan mennyiségű vizekről van szó, amit nem tudunk azon a területen elszikasztani, vagy ha megpróbálunk, akkor nagyon időigényes lenne. Ez nyilván az adott területnek a talaj viszonyaitól is függ, egy homokos területű talajon viszonylag hamar elszikad, az a csapadék, ami oda leesik, van, ahol pedig ezt el kell onnan vigyük, tehát van egy többet víz. Tehát itt általában együttesen megoldásokat szoktunk csinálni, zárt csatornákat is, illetve ilyen nyitott árkokat is, szikasztó árkokat is, ezért kell komplexen gondolkozni. A teljes Tünde utcát érintő csapadékcsatorna rekonstrukció után nyerte az önkormányzat az 1 milliárd 36 millió forintos toppos támogatást a környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztések Nyíregyházán című pályázattal. Ez érintette az Alma, Málna, Rezeda és Kökény, a Narcisz és Csemete utcát. Zárt csatornát, záportározó vagy csapadékvízátemelőt építettek, rés folyókát vagy patka folyókát, hol mire volt szükség. A projektzáró után tovább folyik a munka, hiszen a város saját forrásából megvalósított útjárda és közterületfejlesztés alkalmával kiépül a csapadékvíz elvezetés is lassan valamennyi város részben. Mindez része az önkormányzati környezetvédelmi programnak.